Katonai toborzást tartott az MH Klapka György első páncélos dandár Székesfehérváron, a Palotai kaputéren, amely során a megújuló magyar tüzérségbe várták a vállalkozó szellemű fiatalokat. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes kiemelte, toborzásuk része, hogy megmutassák a PZH 2000-es harcjárművet. Várjuk a fiatalokat szeretettel, hogy jöjjenek, kapjanak kedvet ahhoz, hogy a hazát szolgálják katonaként. Természetesen nem csak hivatásos, hanem szerződéses és önkéntes tartalékos szolgálatra is várjuk a jelentkezőket. A PZH 2000-es szolgálat kiemelt bérezéssel jár együtt. Én azt hiszem, hogy körbejárjuk ezt az eszközt, egy igazán tekintélyt sugalló járműről és eszközről van szó. Lele Gergő hadnagy elmondta, a Panzerhaubitze 2000 névre hallgató önjáró löveg a világ legkorszerűbb lövegei közé tartozik, ide keresik a kezelőket. Egy 1000 lóerős motor van benne, nagyjából 18.000 köbcenti, és ikerturbós, 8 hengeres, remek manőverező képessége van, egy L52-es, 155 mm-es cső van rajta, 60 gránátot képes elvinni magával, és 288 résztöltetet, ezeket a gránátokat pedig 3 gránát esetében 9 másodperc alatt tudja kilőni őket, és a tűzgyorsága nagyjából 10 gránát 1 percen belül, nagyon gyors, és ez is talán a legnagyobb erőssége az eszköznek. Az MH Klapka György első páncélos dandára héten az ország számos pontján tart még toborzó rendezvényeket. Aki kedvet kap hozzá, hogy belépjen a hadseregbe, az február 11-ig teheti meg az irányasereg.hu/PZH oldalon.